Sziasztok! A mai részben a vágással fogunk foglalkozni, azonban az előző epizódból kihagytam egy dolgot, amit most elmondanék nektek. Ugye beilleszgettünk akkor a videókat a szerkesztésünkbe, mégpedig úgy ugye, hogy megnyitottuk a lejátszó ablakot, és ott ugye kijelöltünk egy részt. Na már most talán már magatok is rájöttetek, hogy használtatok a programot, de azért elmondom, hogyha nyilván az egész videóra van szükségünk, akkor nem kell azzal szórakoznunk, hogy megnyitjuk, kijelöljük az elejét, kijelöljük a végét, hanem ugye nyilván egyszerűen innen is ugye be tudjuk húzni a szerkesztésbe a cuccokat, tehát ha teljes videója vagy teljes médiára szükségünk van, akkor ugye ezt így sokkal gyorsan megtehetjük, ez egy apróság, de eszembe jutott, hogy a múltkor elfelejtettem elmondani. Nos, ennyit erről, és akkor térjünk rá a szerkesztésre. Térjünk vissza akkor az előző munkához, most tudom, melyik volt, igen, a kávézós jelenet, itt hagytuk ugyebár abban az előző videóban. Lássuk akkor, hogy hogyan is kell vágnunk az anyagot. Ugye maga a vágás az a Lightworksnek egy nagyon hasznos funkciója, ugye nem kell klipről klipre, vágásról vágásra toldoznunk, foldoznunk, aztán ha elrontottuk, akkor ugye újból beszúrnunk, aztán megint vágnunk, hanem egyszerűbben is meg lehet ezt oldani. Bizonyára észrevettétek már, hogy amikor az egérrel ráálltok a médiára, akkor ott megjelenik már ez a kicsi ikon. Ugye lehet ez, mint ami most látható, hogy ugye jobbra van az a kis, hát minek is nevezem, kis nyitott négyzetünk. Itt ugye mind a két irány nyitott, illetve ilyenkor balra van. Ennek a jelentősége majd melyiket mutatja. Illetve van még egyfajta ikonunk, vagy egérmutatónk, inkább így mondom. Ez pedig ez a kettős nyíl. Jobbra-balra. Ilyenkor ugye mozgatjuk magát a videó szeletet. Hogyha ki van jelölve a hanganyag, akkor azzal együtt. A hanganyagot teszem már, bocsánat, hogy csapongok, de még azt is elfelejtettem mondani. Az előző részben is most jött eszembe, hogy ugye akkor azt hiszem, hogy hangot illesztettünk talán idebe, vagy valahova, vagy csak nem, csak a videót illesztettük be ide, igen, az volt. Na most, ha ezt szeretnénk tenni, akkor azt még úgy is megcsinálhatjuk, mert akkor ugye az előző videóban úgy csináltam, hogy kikapcsoltam itt a hangsávokat, ezáltal ugye csak a videót tette be, de nyilván ugye fordítva is dolgozhatunk, vagy a megnyitott klippen kapcsolom ki, és úgy húzom be ide, akkor ugye megint csak nem lesz hangja, tehát igazából ez teljesen mindegy, felcserélhető, hogy valakinek az a szimpatikus, hogy itt kapcsolja ki, valakinek meg az, hogy ott, teljesen mindegy. Szóval térjük vissza a vágáshoz, ami ugyebár, ahogy mondtam, a Lightworksnek egy szerintem nagyon hasznos funkciója, hogy nem kell a klasszikus értelembe vett módon vágnunk, hanem úgynevezett a trimmeléssel, ugye angolul trimmelésnek nevezi a program, ezzel megoldhatjuk itt a dolgainkat. Ugye ez a videó nekem most elég pontatlanra sikerült, amit könnyedén kijavíthatunk ennek a funkciónak a segítségével. Lássuk, hogy hogyan. Először is nézzük meg, hogy mi volt itt a probléma, ugye nagyon pontatlanul dolgoztam. Nyilván, hogyha nem videót készítenék, akkor pontosabban dolgoznék, de így nem akarom, hogy egy órás legyen a videó, még pontosan megnézem azt, hogy hol kell elvágnom. Illetve hát maga ez az egész oktatóanyag nem túl érdekes számomra, úgyhogy na mindegy, lássuk, mi a gond. Tehát ugye látjuk, hogy egyáltalán nem illeszkednek a vágásaim. Hogyan tudjuk ezt orvosolni? Anélkül, hogy most itt újból kiszedegetném én az anyagot, és akkor újból kikeresgetném a klipek közül, hanem már a meglévővel dolgozunk. Tehát itt ugye, ha megnézzük, akkor elkezd beszélni itt ez a barna jó hölgy. We're gonna give that part to Monica. Rest. Ha jól emlékszek, hogy hogy kéne meg kinézni, akkor itt az a gond, hogy ez a középső rész az itt túl kevés, tehát az eleje ennek hiányzik, mert a Did you see her dress, azt hiszem azt mondja itt a szőke. Tehát azt kellene csinálnunk, hogy ugye ez a videó szeretnek legyen meg az eleje is, anélkül, hogy most itt újból megkeresnénk. Mert a program ugyebár tudja, hogy ez melyik volt ez a klip, és itt tartalmazza az egész anyagot. Ergo az, hogy én egyszer már így tettem ide be, az nem jelenti azt, hogy ennek így kell maradnia, ugyanis a trimmeléssel vissza tudom hozni úgy az elejét, hogy ezt sem rontom el. Mutatom is, hogy hogyan.
Ugye, ahogy mondtam, háromféle egérmutatónk van, ami háromféle dolgot jelképez. Kattintatunk a vágási ponton balra, ekkor ugye ez a balról nyitott kis négyzet látható. Kattintatunk a vágási ponton jobbra, ekkor ugye jobbról nyitott, illetve kattintatunk pontosan a vágásra, ekkor ugye ez a kis folytott H betű látható. Először is ugye azt mondtam, hogy ha jól gondolom, akkor ez a középső klippünknek hiányzik az eleje. Ekkor kattintsunk a vágási ponttól jobbra, tehát hogy ezzel a videóval dolgozunk. Ekkor ugye úgymond szétválasztotta, meg is jelentett az a join, hogy újból lesz össze a vágott részt. Tehát ezt most úgy képzeljük el, mintha a videószalagot ketté vágnám, és akkor most nincs összecsatlakoztató, tehát bele tudok toldani. Aztán amikor rákattintok, hogy join, akkor ugye ott akkor újból úgymond összeilleszkedik, hogy talán ez egy jó példa rá, vagy hogy jobban meg lehessen érteni, hogy mi is történik. Szóval most ugye ez a videó szeletünk, ugye itt mutatja is ezek a kis kiugrással, itt most nincs összeillesztve ezzel, ergo tudok vele dolgozni. Ha megnyomom ilyenkor a play-t, akkor láthattuk, hogy ugye most csökkentettem a méretét, de nekünk nem erre van szükségünk, hanem növelnünk kell, mert hiányzik az eleje. Most ugye azt csináltam, hogy még kevesebb lett belőle. Ergo a játszást visszafelé kell indítanunk, hogy meglegyen az a fél mondat is, ami eddig hiányzott. Mert ugye pontatlan voltam az előző rész során. Szóval ilyenkor nincs más tennünk, mint a shiftet nyomotat megnyomni a play-t, ekkor ugye bár elindul a lejátszás visszafelé. Láthatjuk, szépen hozzáadta, amely egyébként már korábban levágott rész, most ugye elnézést kedvéért lejátszom, hogy lássam, hogy mégis hol tartunk. Mondtam, hasonló. Ha valahonnan innentől kell lennie szerintem, most egy pillanatra joinolom, hogy ne tűnjön el, hogyha jól dolgoztam. Like I'm ever gonna give that part to Monica. Nem jól dolgoztam, mert itt van a Did You See Her Dress című rész, tehát nekünk csak innentől kell. Úgyhogy akkor ugye ismét rákattintunk itt erre a részre, és akkor... Like I'm ever gonna give that part to Monica. Ha itt már did you, az már elhangzott, tehát most már túlszaladtunk. Ugye ilyenkor ezzel is tudunk szépen a jobbra-balra nyilakkal tudunk pontosabban dolgozni, illetve hogy ez nyilván a billentyűzeten is működik. Tehát úgy gondolom, hogy ez a kis bemutatott része is már jól érthető, hogy mire jó is nekünk ez a trimmelés funkció. Jó, most akkor tegyük fel, hogy ez így jó lesz. Nem vagyok róla meggyőződve, de most a videó nem legyen egy órás, úgyhogy most fogadjuk ezt el. Ugye ilyenkor a join-ra kell kattintanunk, hogy újból összeillesz ezt a részt, tehát utána már ne változtasson a videó szeleten. Ezt kétféleképpen megtehetjük, amit mondtam, a join-ra kattinthatunk, vagy ugye, hogyha ugyanígy így kattintok, ahogy szétválasztottuk, ugyanazzal, amikor szét van választva, akkor ugye oda kattintva összeilleszti. Na most nézzük meg, hogy mi lenne akkor, hogyha nem ide kattintanék, erre a jobbról nyitott kis boxra, vagy dobozra, hanem ide. Na most nyilván az egyik különbség, hogy nyilván akkor nem ezzel a videóklippel dolgozunk, hanem az előtte lévővel. De a másik fontos különbség most, mivel a videó végénél vagyunk, ezért a play, tehát a játszás, az ugye növeli a videószelet hosszát, és a folytatott lejátszás, a shift play, az csökkenti. Did you see her dress? Yeah. Láthattuk, tehát most így növekedett. Na, körülbelül itt kéne lennie. Jó, akkor újból joinoljuk szépen. Tehát így van nagyjából, most ha megnézzük, nem lesz pontos szerintem, de megkuttam ki. Did you see her dress? Nem is tett annyira rossz, bár ezt így nem adnám ki a kezem közül, hogyha valahova kéne ez az anyag, de most a bemutató kedvéért szerintem ez így megfelel. Most akkor nézzük meg azt, hogy mi van akkor, ha én csak egy sávot szeretnék trimmelni. Tegyük fel, hogy most csak a videót. Ekkor nincs más tennünk, mint az Alt gombot nyomva tartva kattintunk a megfelelőt, tehát éppen arra, amire szükségünk van. Tegyük fel, hogy most erre. Akkor láthatjuk, hogy ugye csak a videót unjoinoltuk. Mi történik, hogyha indítom a játszást? Did you see her dress?
A videó sáv ugye az hosszabbodik, de az audio, tehát a hanganyag az ugyanott maradt, láthatjuk ismét mutatja ugye az audio sávok mellett rögtön a program, hogy most már nem vagyunk szinkronban a hanganyaggal. Ugye maga itt ez a szám azt jelképezi, hogy ugye hány képkockával csúszott már el a hang. Hogyha összeéleszthetően hagyom a videót, akkor ez esetben rákattintva az eltérésre, a program kijavítja úgymond ezt a hibát. Tehát most láthatjuk, hogy ugye hozzáhúzta és újból szinkronba helyezte a képet és a hangot. Magyarán ugye eltűnt, amit az előbb bemutatás kedvéért csináltam, tehát helyreállt a világrendje. A harmadik szétválasztási mód az, amikor ugyebár konkrétan a vágási vonalra kattintunk. Ez esetben ugye szétválasztja az előző videószeletnek a végét, és szétválasztja a következő videószeletnek az elejét is. Tehát ugye ennél a kettőnél, amit már bemutattam, ugye itt vagy az volt, hogy ennek a végét választottam szét, tehát tudtam növelni, vagy csökkenteni, de ez változatlan maradt. Vagy ugye a másik módnál az elejét választottam szét, és akkor ugye ezt tudtam növelni, vagy csökkenteni, ez volt változatlan. Viszont, hogyha konkrétan a vágási vonalra kattintunk, akkor mind a kettőt szétválasztja a program, mutatom. Tehát ilyenkor, ugyebár mind a kettő fog nőni, illetve csökkenni. Most simán kattintottam rá, akkor láthatjuk, hogy a hangsávokat is szétválasztotta a program. De én ezt most nem szeretném, mert azt mondom, hogy csak itt ez a ráillesztett videó, amit a múltkor is azt hiszem, hogy különillesztettem ide. Ez nem tetszik nekem, de a hanggal továbbra is elégedett vagyok, mint ahogy a múltkor is nem tettem ide új hangot, hanem meghagytam az eredetit. Most mindent szétválasztott, de az előbb mutattam, hogy lett külön. Na most újból összeillesztem őket. És az altot nyomva tartva kattintunk a vágásra, akkor csak a képanyagot választotta szét, tehát a hangsávunk nem fog elcsúszni, nem fog változni. Viszont így mind a kettőt tudjuk egyszerre módosítani. Tehát hányítottam a lejátszást, láthattuk, ezt meghosszabbította, ezt megrövidítette, tehát magyarul elcsúsztatta egymáshoz képest, és a hang jó maradt, tehát így tudjuk kijavítani itt ezt a kis ráillesztett videót, hogy nyilván itt is működik a shift play visszafelé. Tehát így szépen ugyanúgy ki tudjuk kockázni, akkor hol legyen. Ugye itt nyilván ilyenkor a két videóblokk, ezt én nem mondtam el, de ugye ez azt mutatja, hogy a második, illetve az elsőnek mi a vége, mi az eleje. Tehát ugye így könnyen tudunk dolgozni, hogy látjuk, hogy most tette le a csészét, jó, ő meg most majd veszi fel, akkor mondjuk itt valahol jó lesz nekünk, most teljesen mindegy. De ennek ugye ilyenkor két alagot látunk, ez az értelme, hogy látjuk mind a két klipet, amit érint ez a művelet. Természetesen ugye a korábbi videóban bemutatott dolgok is működnek, tehát az a program minden részében univerzális, tehát a J, K, L, ugye a K a stop, az L a lejátszás, a J ugye a fordított lejátszás, tehát hogyha nem akarunk itt a shift play-el szórakozni, akkor nyilván egyszerűen csak annyit, hogy életült ugyanazt csinálja a kettő, tehát. Egyébként ezt szerintem célszerű megérzni magam ezeket a billentyű kombinációkat használni, mert sokkal gyorsabban lehet úgy dolgozni, mint hogyha kattintatok. Természetesen ennél, illetve a másik két bemutatott vágási módnál is az egérrel is húzhatjuk ugye a vágási pontot, de magam ezt tartom a legpontatlanabb megoldásnak. Jobb szeretem a finom, vagyis a durva kereséshez ugye a lejátszást és a fordított lejátszást használni, a finom beállításhoz pedig inkább a jobbra-balra nyilakkal szoktam operálni, de hát ez megint csak egyéni ízlés függő, ki hogy szereti. Én az egérrel így nem szeretek dolgozni, mert főleg, hogyha nagyobb a fájl, és meg nem úgy bírja a gépetek, akkor ugye már nem lehet pontosan figyelni, mert úgymond laggol a program, tehát csúszhat is egy kicsit. Magyarul nem pont azt látjuk, amit kéne, úgyhogy én inkább szépen a billentyűzettel, illetve a vittenyilakkal szoktam a finom munkát elvégezni. Amit még talán nem mondtam, bár mert ki lehet hámozni abból, amit próbálok nektek elmondani, hogy nyilván ennél a módnál, ahogy most vagyunk, itt amit ebből a ahány képkockát elveszek innen, annyit ad ide hozzá. Magyarul mondtam, hogy nem marad köztön nyilván üres rész, hanem így szinkronban maradunk. Jó, szóval most tegyük fel, hogy ezt én elfogadtam. Akkor ugye rákattintunk egy szép nap join-ra, összeillesztésre került, tehát ha lejátszom,
akkor már nem mondítja el, hanem csak meg tudom nézni, hogy mégis mit csináltam. Ezt a módot egyébként arra is használhatom, hogy például kitöltsem az itteni üres helyeket ennek a médiának mondjuk a hanganyagával. Igaz, hogy a múltkor a bemutató kedvéért pontosan, hogy kivágtam innen, de tegyük fel, hogy most mégis vissza akarom ide tenni, de a videókat nem szeretném változtatni, akkor ugye biztos kitváltatok majd mit kell tenni, ugye ugyanazt csináltam az előbb, csak most nem a videót mozgatjuk külön, hanem csak a hangot. Ugye az Alt gombot nyomva tartva tudjuk ugye egyesével kijönni, mert mutatom még egyszer, ha most Alt nélkül kattintok, akkor ugye mindent, ami az adott médiát érinti, akkor mindent, bocsánat, mindent kijelöl, vagy szétválaszt, inkább azt hiszem ezt a szót használtam rá. De én most nem ezt szeretném, hanem csak a hangokat akarom mozgatni. Ekkor ugye nyomva tartom az Alt gombot, és úgy kattintok. Itt most, amikor nincs előtte anyag, akkor ugye nincs jelentősége, hogy most itt pontosan a vágási ponton vagyok, hogy itt vagyok, mert nyilván itt nincs, amit érintsen vagy ne érintsen ez a művelet, úgyhogy kattintsunk így az Alt-tal, akkor ugye az egyik hanganyagunkra megvan, kattintsunk Alt-tal a másikra, és megvan mind a kettő. Miután ugye kijelöltük, ugye ekkor igazából több módszert választhatunk arra, hogy hogy is juttassuk ezt idáig. Nyilván bemutatott visszafelé lejátszás, és elérhetjük a célunkat, ugye húzhatjuk is az egérrel. De a leggyorsabb megoldás, hogyha itt az ugrás gombra kattintunk, vagy ugye ennek a megfelelő billentyűjét megnyomjuk, ilyen esetben az A betűt, ilyenkor a program ugye az ugrással, ha már próbáltátok, ugye mindig azt csinálja, hogy a vágási pontokhoz ugrik, amik éppen ki vannak jelölve. Tehát, vagy az aktív sávokon lévő vágási pontokhoz. Tehát most tegyük fel, hogy lenne itt nekem még egy videó sávon, mert mindjárt sem a kisejt, hogy legyen. Mondjuk ide teszek valamit, appá, bocsánat, a hangot nem kérjük. Melyik volt ez? Igen. Tehát ide teszek valamit, direkt úgy, hogy ne ott legyen a vágási pontja. Na most, ha így nyomom az ugrást, akkor ugye először eljünk eddig a vágási pontig, aztán eljünk eddig a vágási pontig, és végül a legelejére. Tehát itt tudom megmutatni, hogy mi a különbség, hogyha nem aktív ez a sáv, akkor ott nem fog megállni. Tehát csak az aktív sávokon lévő vágási pontoknál állnak az ugrás, és itt tudunk leggyorsabban eljutni az elejére, akkor ugye újból joinoljuk, és kész is vagyunk. A V1-et megtörölhetjük is, mert igazából azt csak ennek a demonstrálására hoztam, amit most hirtelen létre. Itt mutatnám be, hogy mit csinál az unjoin gomb, hogyha ilyenkor rákattintunk. Ez mindig azt a vágást választja szét, amit utoljára összeillesztettünk. Tehát, ha megnyom az unjoint, akkor ugye most az A1 és A2-nek az eleje lett újból szétválasztva. Ez hasznos, hogyha ugye úgymond meggondoljuk magunkat, akkor nem kell ugye megint kijelölgetni, stb., hanem ugye akkor az unjoin megnyomva a legutoljára végzett művelettel tudunk tovább, vagy a legutoljára végzett sávval és az legutoljára használt vágási ponttal tudunk tovább dolgozni, tehát ez is azért van, hogy gyorsítsa az életünket, könnyítse az életünket. Na most mit tudunk akkor tenni, hogyha például azt szeretnénk, hogy ezt a klippet elcsúsztassuk. Mert azt mondom, hogy mondjuk túl későre tettem be, vagy túl hamar tettem be. Ugye ezt is megtehetjük, mert mutattam már ugye az eddigieket, vagy amikor csak az egyik végét jelöltük ki, akkor ugye mi hogy működött. Tehát ugye növeltük már ezt, vagy csökkentettük, tudtuk ugye ennek a terhéjét fordítva. Na most én azt szeretném, hogy ennek a klipnek a hossza ne változzon meg, csak csúszson innen el. Ekkor ugye azt kell csinálnunk, hogy az Alt gombot nyomva tartva, mert csak a videóval dolgozok, vagy azzal akarok most dolgozni, először is kijelölöm ennek a klipnek a végét, és kijelölöm egyidejűleg ennek a klipnek pedig úgymond az elejét is. Na most ekkor láthatjuk, hogy ez szétválasztotta a program, és ha megnyom a play-t, akkor láthatjuk, hogy odébb tolta, de úgy, hogy ugye ez itt egyáltalán nem látszott meg. Ami innen képkockát elvesztettünk, azt ugye ide hozzáadta, illetve fordítva. Ilyenkor is tudunk persze nyilakkal szépen dolgozni, és akkor kiválaszthatjuk, hogy hol kerüljön be ez a Edit 1 Clip A nevű
kis videó szeletünk, mint tegyük fel, hogy itt, akkor ugye újból rákattintunk a joinra, és akkor áthelyeztük szépen, elcsúsztattuk a videó szeletünket. Most nézzük meg, hogy mi történik, hogyha ugye nem ezeknek a, tehát nem a B-nek a végét, illetve ezen a részen az elejét választom szét, hanem a, hanem itt az A-nak az elejét, illetve a végét. Ugye altot nyomva tartva szépen kijelölöm őket, és ebben az esetben, ha megnyom a play-t, a klip helyzete nem változott meg, hanem csak a klipen belül, tehát az ad, most mondjuk tegyük fejének volt a hossza, nézzük csak mondjuk, nem bocsánat, akkor 9-től 11-ig, tehát durván 2 másodperc volt a hossza, ez a hossz ugyanannyi maradt, és a helyzete is ugyanaz maradt, csak az adott klippen belül mentem vissza, illetve előrébb, ez ugye akkor lehet fontos, vagy praktikus, hogyha most itt pontosan dolgoznék, akkor megnézném, hogy mondjuk itt emeli a csészét a szájához, ugye, és itt mutatjuk szemből, akkor most itt annak a résznek kell lennie, hogy a csésze ott van a szájánál, de mint látható, nem ez van ott. Tehát ilyenkor tudom azt használni gyorsan, hogy alatt a kijelölöm, és akkor elkezdem keresni, hogy hol is van ez a csészés rész. Hát nem itt. Akkor menjünk visszafelé, ment már. Most már csak azért is megkeresem. Na, közeledünk, tehát itt van. Jó, mondjuk legyen így. És akkor most, ha megnézzük, akkor hát nem lett még mindig tökéletes. Na, körülbelül már most jó. Tehát így talán jobban tudtam demonstrálni, mi is ennek lényeget. Tehát ott maradt, mert azt mondom, hogy itt már jó nekem, hogy mikor akarom elvenni a képet. Így meg beállítottam, hogy ami benne van, az hogy legyen, és sokkal egyszerűbb, hogy most itt megint elkezdtem volna megkeresgélni mindent, mert pontosan dolgoztam az elején. Nyilván ugye a bemutatott dolgokat ugye éppen az adott feladatnak megfelelően használhatjuk, ahogy ezt már sokszor elmondtam. Remélem, hogy hasznos volt számotokra ez a videó, illetve még annyit kívánnék elmondani, hogy ilyen esetekben, amikor mondjuk egy ilyen jelenetnek a szerkesztésén dolgozunk, bár magam mindig még nem csináltam ilyet, mert inkább általában a saját videóimat szoktam csak vagdosni, kiválok bele részeket, ami nem kell bele, szóval annál ugye nincs szükségem ilyen összetettségű szerkesztésre, de például ilyenkor az is könnyíti az életünket, hogy figyeljük a hanghullámokat, bocsánat, és akkor ugye úgy is megtalálhatjuk, hogy hol kell illeszkednie egymáshoz a két szeletnek, tehát ugye kijelöljük, ahogy az előbb mutattam, és akkor ugye nézzük, hogy illeszkedjenek, tehát ez is csak egy ilyen apró fogás, hogy hogyan lehet még könnyíteni az életünkön, illetve gyorsabban dolgozni, és akkor már csak a finom beállítást kell megcsinálni. Jó, hát nagyjából itt szerettem volna mára elmondani. Hogyha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornámra, illetve osszátok meg a tartalmat, hogy több emberhez eljusson, illetve ha bármi kérdésetek esetleg maradt, akkor azt nyugodtan tegyétek fel kommentben, akár itt a YouTube-on, a komment szekcióban, akár a Facebook oldalon, a videó alatt fogok rá válaszolni, amennyiben tudok. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!